Ábe polgárok, üdvözlök mindenkit ismét, folytassuk a csehországos vagy bohémiás végigjátszást, ugye nagyjából ott hagytuk abba az útkor, hogy kitört a háború, vagy lehet, hogy már ment egy ideje, nem emlékszem, több napja volt, sajnálom. Az a lényeg, hogy itt elkezdtem ugye leostromolni ezeket a dolgokat, Szászországot, mert igénylem. Abban a reményben, hogy talán majd megkapom ugye ezeket a területeket. Legalábbis Dresdában azért reménykedek, ha bár az egy elég 16 developmentes csak odaadják. Tehát Franz se tudja igazából. Hát az egész konfliktus talán arra jó, hogy kicsit visszaszerzek némi önbecsülésen kívül némi presztízst még talán sikerül zsebre vágni. Úgy van, izgalmas csata van, kialakuló van, talán még odaérek, és tudok segíteni nekik. Úgy van. Helyes. Na, hárman legyőztünk. Sokat. Nagyon sokat. Mi voltunk többen amúgy, de az erősítés miatt. Kik vannak ellenünk? Lübeck az ellenünk van például. De most oda vonultak vissza, hát szarügy. Srácok. Ezt itt bezúzzuk. Jó, most vissza. De valaki szövetséget ajánl, Genova. Miért ajánl a szövetséget Genova? Szar van, vagy? Nagy-Britanniával, Ferrarával és Lukával áll szövetségben. Hát mivel én éppen igényt tartanék szövetségesekre, örülök, ha van, aki magától felajánlja, de lehet, hogy Ferrarával kb. Kitöröltem a seggemet, finom van szólva. Mauritian Infantry, ugye Mauritiusi, vagy hát Mauritian Infantry, az Maurice von Nassau, tehát egy holland úri ember. Nem tudom, melyik Nassau most írta, itt van, innen jött. Egy holland úriember nevéhez kötődik a Mauritiusi gyalogság megalkotása, ugye, vagy hát, ja, mondjuk Mauritiusi gyalogság. Abból állt a dolog, hogy tartották a szokásos hadrendet, ugye a zászlóaljak, tehát középen egy század pikás két oldalt, két század muskétás vagy arkebúzas, de inkább muskétás, na lüvek kis szállt a háborúban. És az volt a nagy újdonság ennek az alakzatnak, vagy felállásnak, vagy taktikának, hogy mindig egy sor tüzelt, a legelső sor tüzelt, és amint végeztek, hátra rohantak, ugye hat sorból állt ugye a muskétások tömbje. Az első sor hátra rohant, jött a következő, az is lőtt, és így tovább, és amint az első sor ismét sorra került, már töltött fegyverekkel érkeztek vissza a pozíciójukba, ez pedig arra volt jó, hogy... Pillanat, tehát ez arra volt jó, hogy így folyamatosan fent tudták tartani a tűzerőt, vagy nyomás alatt tudták tartani az ellenséget, gyakorlatilag non-stop. Tehát igazából nincs egy katuska ellenünk. Szóval folyamatosan tűz alatt tudták tartani az ellenfelet. Nem volt szünet úgymond, ami más taktikáknál azért jellemző volt, például a svéd szalvóknál, a sokat emlegetett svéd szalvóknál. Ott ugye egyszerre kilőtte mind a hat sor, amilyen volt. Csak ott ugye az volt a különleges, hogy a hat sor az átrendeződött gyorsan a tüzelés előtt három sorba. Jó van, pont nem fog tudni semmit csinálni. Átrendeződött három sorba, egyszerre tüzeltek, és akkor utána viszont percekig ment csak a töltés. Nem percekig, akkor már meg tudtak tölteni egy percen belül egy muskétát, de lényeg, hogy sokáig állt a
állt a zászló alatt tétlenül. Közben kénytelenek voltak hagyni sokszor, hogy szitává lőjék őket, de mindegy. Megkérdezem, Mauritius gyalogság ez egy elég sikeres dolog volt. Egy is többet pofáztam róla a kelleténél. Ó, megkaptam Dresdát, de jó fejek. És kaptam egy csomó presztist is. Zsír. Szóval, ja. Ezt tudtam, Mauritius gyalogság elég sokan adoptálták, többek között az angolok is. A Brit New Model Army. A British New Model Army, pontosabban. Na. Katolikus lett a hivatalos vallás. Én kaptam egy csomó presztist, mondjuk még mindig csökken, de hát ez van. Ezt kell szeretni. Lényeg, hogy béke van és szeretet. Közben most érzem, hogy Ausztria protestáns lett. Ez fura. Nem szoktak azok lenni. Na mindegy. Akkor én ezt. 34 hónap. Hát kicsit még várok inkább. Szóval mi nyertünk. Az a lényeg. El is küldök Genovába egy diplomatát. Brúvolja a relation. Viszont, hogy adjam vissza a territoryt. Hát te adtad nekem, te hülye. Hát miért adjam vissza? Elment az eszed? Megőrült a császár emberek. Mi a fos? Ez hülye. Nem. Nem fogadom el. Őrült. Ketyóval emberek. Szegény. Megkergült. Szegény Galeazzo Sforza. Hát ez van. Sajnos még a legjobbakkal is megtörténhet. A kérdés, hogy mit kéne? Azt mondom, hogy még gondoljuk át a helyzetünket. Egy életveszélyben lévő, a létezés peremén táncoló ország vagyok, mivel mit kéne választanom ideálnak? Szerintem a, vagy a quantity-t, vagy az a, vagy a quantity, military ide, az kell, most úgyis pörög a military power. Ez jó lesz. Ott is van már az első. Negatívban vagyunk a császárral, ami nem jó, de nem is tragikus. Ahogy tartja a klasszikus. Számíthatok egyáltalán bármelyik szövetségesemre, oroszokra kizárt, angolokra talán. És Genova is kizárt. Jó, igazán neki, hogy most meg kéne húznom magamat, ez minden, amit csinálnom kell. Adunk Drázdánynak, ami Drezda volt ugye, kis autonómiát. Oroszok nem jönnének segíteni, mert nincsen 10 favor, és 4000 aranyadósságuk van majdnem. GG oroszok, GG. Magyarokra nincs claimem. Transzilvánia. Hát ez szép. Elég kilátástalan a helyzetem. Maradjunk annyiban. Nincs hová hódítanom. Britek jönnének segíteni osztrákok ellen, ha behívnám őket. Érdekes. De éppen valami indiánékkal vannak elfoglalva. Jól nyomják. Brandenburg. Ó, mit látnak szemeim?
Hát mi ez, amit látok? Hess gyenge, Mecklenburg gyenge. Szerintem egyedül le tudom ezeket nyomni. És vicc nélkül. Szerintem simán lenyomom őket. Milyen kis izé buci, ne menjél le! Aj, persze, kis cukorfalatka átment a túloldalra, nehogy izé szembe jöjjek vele. Rohadjon meg. Mindegy. Wittenburg, Potsdam, Berlin, mitten foglaljuk el Potsdamot, úgyis ez a főváros, akkor legalább két legyet ütök egy csapásra, csak előtte ide bevonulok. Kérem a military power-t, azt hiszem. Jó stack wipe, ezt már szeretjük. Jó lenne megint elfoglalni ezeket, mondanom sem kell. De mit csináltak az oroszok? Azt hittem, hogy felbontották velem a szövetséget. Nem lehet volna szép dolog orosz barátainktól. Mekkora parasztok, de utálom, amikor ezt csinálják. Hagyják, hogy végigkerkessen őket az országon. Szemétládák. Na mindegy. Dresdó bekúrozva, az jó. Ingyen manpower, az is jó. Nem, tudom, hogy ocsmány lesz az ország, de sajnos túl sokat nem tudok tenni ellen. Örülök, hogy egyáltalán tudok hódítani. Valamit. Szászokat acceptálni kéne, mint kultúrát. Nem tudom, mennyien élnek szászok nálam, nem sokan, de... behúdítok, akkor viszont sokan fölnek. Prágát ostromolják ezek a szerencsi csomagok. Szerintem Niederhessen ad nálam előbb meg lesz. Prága amott. Még úgyis, hogy csal és 78% már, na végre. Az az ötletem támadt. Ó, basszus, túl nagy. És Mecklenburg. Őket meg... aha, ezt inkább akkor nem. Ezt a vazalusos dolgot, ezt elfelejtjük. Vallást tudok rájuk erőszakolni, akkor legyen War Reparation. Meg egy csomó pénz, of course. Mert az kell. Mecklenburg. Nem akarják elfogadni a vallásomat. Hát pedig a huszitizmus az jó. Mindenki, ez Csehországban mindenki ezt. Ezt követi emberek, hát ennyi ember csak nem tévedhet egyszerre. Bízom abban, hogy megértik majd az álláspontomat. De ha az kell, hogy elfoglaljam az egész országukat, hát akkor fejet hajtok ezelőtt, az igény előtt. Miért ne tenném? Ah, most van a Golden Era-nk, tényleg. 1628-ig fog tartani, jó van. Ez még egy darabig. Elveszünk ezzel még egy 40 évig. Jó. Huszitizmus. Helyes. Helyes. És ez annyira király, a fél Lengyelország, sőt igazán az egész lengyelek. Meg némileg a litvánok is már pusztíták. Én ennek örülök.
Hát itt van kórom, nem? Nem volt itt kórom, tuti volt. Ügyességet beszélek. Magyarország Brandenburg logo. Ezt még próbáljam meg. Nem, ennyi elég lesz. Merjünk kicsik lenni, emberek. Ó, várjunk csak. Jó. Oké, akkor nem. Merjünk kicsik lenni, én azt mondom. Mi ez? War Reparations. Ezt is pénzelt akarom. És akkor így. Így jóság van. Nagyon jó. Na! Nem hagyjuk magunkat. Én osztrákoktól még mindig parázok, mert mínusz 200-an vagyunk még mindig. Ami a kapcsolatokat illeti. De legalább az oroszokkal most már helyreállt a bizalom, és kellő mennyiségű trust, egy favort is összeszedtem velük. Úgyhogy reménykedtem benne, hogy segíteni fognak majd egyes alkalmakkor, ha háborúra kerül a sor, de egyelőre most fókuszáljunk arra, hogy feltámasztjuk a cseh hadsereget. Gatyába rázzuk az országot, ahogy tudjuk. Valamit építenem kéne, hogy fejleszek ilyen trade nódokat. Túl sok nincsen, még van egy krakkóval, mondjuk itt össze-vissza elosztik a kereskedelme mindenhová. Abszolút nem effektív. Sajnos. Talán workshopokat kéne építeni, néhány tucatot. Most végtolom most már a diplomatik ideákat. Egyszerűen szükség van rá. És mik itt a küldetések? Még egyszer. Azt el kéne foglalni. Imperial Ambition. Ja igen, két fejedelem kéne, aki rám szavaz, tehát ez soha nem lesz meg. Protect against Turks. Completed mission Hungarian Union. Igen, az egy elég tisza virág életű unió volt ugye Magyarországgal. Nyilván valami erődök kellenének. Hova? Egyszerűen csak valahova? Oda? Promises in the region Carpathia. Relatív armistice. Highest level of Fort Bene. 5 erőt kéne! Na várjunk csak! Azt értem, hogy itt van a Kárpátok, de melyik régió az a Kárpátia, mert itt DNA, Szlovákia. Dunántúl, nincs egy ilyen Kárpátia. Építgessék ide erődöket, azt kész, az ötre. Ez csődbe visz. Ezt kihagyjuk, ez baromság. Őrültség lenne. De hagyjon már Milánó békén! Szarja össze magát. Itt foglalkozik a belügyeimmel. Nyomorult. Követeli vissza a területeket az eredeti tulajnak. Hát kezdjük ott, hogy szerintem az már volt az én területem.
És akkor persze nem hisz tisztek. Há, akkor minek? Mindegy. Hát szerintem osztrákoktól visszahívom a követemet, ez nem fog működni. Sajnos. Britek amúgy segítenének, ha éppen béke lenne náluk. És nem lenne adósságuk, persze. Oroszok még nem segítenének. Na és lengyelek ellen. Ja, hogy ők már háborúznak a lengyelekkel. Értem. Ó, mi történik? Lengyelek éppen háborúznak a törökökkel is. Polish Conquest of Birlad. Két külön háborúban vannak? Nem tudom. Mindegy. Svédország elnyerte függetlenségét, de nem hiszem, hogy nagyon ki tudják élvezni oroszokkal a hátuk mögött. Ez a hülye császár megvédeni Glogovat. Rovadék. Na mindegy, hát akkor, nem is tudom, Türingia. Hát ennek nagyon erős szövetségesei vannak, ráadásul elveszíteném a briteket. Passau. Őket megvédenék az osztrákok. Osztrákok miért vannak ilyen kevesen? Extremely suspicious. Roppant gyanús. Ezek a hülye britek nem szándékoznak abba hagyni a hülye hódításukat itt Mexikóban? Rohadtul unalmas. Csak mondom, kedves angol nyelvű kollégák. Rohadtul elfoglalnak már valamit az osztrákoktól. És most itt lenne a remek alkalom majd, hogy nem. Ajaj. Két arany. Két aranyra olvadt a bevétel, na de... Olcsóbb lesz a hadsereg. Az ideától. Három arany még mindig jobb, mint kettő. Még 7000 embert tudnék toborozni, de inkább nem toborzok. Ó, milyen jó. Uralkodónk van. Beszarok, hogy ezek a lengyelek legyőzik az oroszokat. Ti nem. Kamu. Na azért, hát ez esélyük sincsen. Lengyeleknek.
Great Britain beszállna a háború, de elég kevesen vannak, na így van más lenne a leányzó felkülésén, csak kérdés, hogy tudnának-e nekem effektíve segíteni. Mert ugye a seregeik nagy része itt van Amerikában. Jó messzire, értelemszerűen. Pedig szívesen megtámadnám most az osztrákokat. Na, ennyit erre. Már belesodródtak egy másik háborúba, ezek szerencsétlen britek. Mi a fenét csinálnak? Mi ez? Jó, valami csicska észak-amerikai, nem tudom kikkel háborúznak. De... Tök jó, hogy éppen kiszopnak a lengyelek az oroszok ellen, és akkor még itt rájönnek engem klémelgetni. Ennyi idejük van. Na mindegy. Ki lenne hajlandó velem szövit kötni? Hát nem túl nagy a választék, horvátok. Valami Mainz. Utrecht. Hát ez lenyűgöző. Pomeránia. Dánokkal megpróbáljuk. Á, nem. Á, oroszok is meg a... Meg a britek is a... Riválisaik. Türingia esélytelen. Berg. Nápoly hallani sem akar róla. Kasztília? Küldjünk egy követet, semminél jobb, még ha messze is vannak. Franciák gondolom hallani sem akarnak a dologról. Svájc? Hát nem tudom. Svájcnak vagy Bergnek van a jobb hadserege? Bergnek van 16, Svájcnak van 14, és Bergnek még a force limitje is nagyobb, hát akkor ez eldölt. Berget fogjuk megkörnyékezni, nem mást. Ezt most már befejezzük. Improve relations, diplomat, hát ez... Egészen kiábrándító policy-k vannak itt, de talán legyen ez. Plusz egy diplomata meg a... Plusz egy relation az mindig jól jön, ha bár mert mostani kapacitást sem használom ki. Moldávia, ottománs... Ottománokkal megpróbálok jóvá lenni, hát ha... Ők lehet, hogy nyitottak lennének a dologra. Ha már egyszer az oroszok szövetségesei. Hát nem hiszem, hogy én leszek az, akit keresnek. Potenciális szövetséges. Ami szomorú. Sajnos. Hát akkor Milánóban visszahívom a követemet, úgy érzem, hogy ezt felesleges ott tartani. Reconquest Casus Belli-vel tudnék nekik rontani. A Genovát behívnám létszámfölényben is lennénk. De Ausztria az tényleg ilyen gyenge vajon? Valahogy nem akarom elhinni, hogy ők ilyen gyengék. Toborzok még egy kevés embert. És akkor már megpróbálok nekik menni.
Nem tudom, nem tudom. Ó, a claimet kaptam Lengyelországra. Erdély is beklémelt valamit. Hát ez frenetikus. Erdély, gratulálok. Most már inkább a military technology-ra tartogatom meg a maradék power-t. Osztrákok így is előttem járnak egyen. Hát átrakom. Ó, Kastília protestáns, wow! A svédek az egyetlen katolikus ország, jó, meg Milánó, meg a pápai állam értelemszerűen, de ez brutális, ilyet még nem láttam, basszus. Ez kemény. Ez nagyon kemény. Amit itt látok. És akkor, hogy sikerült rávenni azokat, akik a hogy csatlakozzanak az ügyhöz, akik a katolikus oldalra álltak. Hogy sikerült vajon? Mi a fene van itt? Milánó valamit nagyon tud. Ausztria meg elkezdett beklémelgetni mindenféle területet. Aminek én annyira nem örülök. Ez az, hogy nem lehetek Defender of the Faith, mert szerintem a lengyelek azok. Vagy hát lehet, hogy lehetnék 500 arany kéne, de másra spórolunk most. Háború lesz. Borzalmas háború. Tehát passzomnak ugye neki tudnék menni egyelőre Oroszországba visszahívom a követemet. Tehát passzomnak egy Reconquest casus belli miatt neki tudok menni. Genova jönne segíteni, egyértelműen többen lennénk, de nem tudom, ez irreálisan alacsony. Ausztria tényleg ilyen gyenge? Hoppá. De Ausztria ilyen gyenge. És alig van manpower-e. Ez feletté érdekes. Tartsunk egy kis Army Quality Compare. Morálom nagyobb, disziplinjük, hát nekik sajnos jóval nagyobb. Professzionalizmus nálam jobb, és a tradíció is. A professzionalizmus az talán eldöntheti itt a dolgokat. Oh, Jézus, majdnem rossz. Hú, rossz országnak üzentem adat, majdnem. Hú, na jó, hívjuk be akkor Genovát. Próbáljuk meg lenyomni Ausztriát. Itt a bosszú ideje. Ausztria. Elérkezett. Ez a pillanat is. Elfoglaljuk Bécset. Miért kerülöm meg olyan a fél országot? Nem baj, ott vagyok Bécsnél, ostromlom. Toboroz ezerrel. Szerencsétlen. Inkább nem távolodok el a fősöregtől. Inkább nem. Az a lényeg, hogy legyen meg Bécs. Akkor beteljesülhet a bosszum végre. Jó, Bécs megvan. Gyerünk Passau felé. Legyen meg a war score is.
Ezekre itt még van kórom, ugye? Akkor ezeket simán csak retake-elhetem. Reconquest keretein belül, ha minden igaz. Jó, Genovára rászálltak meg az osztrákok. Jó. Elfoglaltuk a célt is. Elpróbálom ezt a sereget itt legyőzni. Ah, elmennek. Szemétlálák. De ez azt jelenti, hogy nem adták fel Genova ostromát, és attól félek, hogyha bebukik az a város, akkor kiszáll Genova a háborúba. Igen, ezt akartam. Erre céloztam. Nagy-Britanniát be tudnám hívni a háborúba. Kérdés, hogy mennyire érné meg. Ja, azt a magyarok foglalták el. Békés, semmi keresni valójukat. Rácoknak. Hoppá, ott egy ütközetbe bele szaladtunk. Álljon meg a gyászmenet. Na gyerünk. Hát ezek leradíroznak. Mi a szar? Ennyit érne a disziplin? Hát na várjunk csak. Morál most már nagyjából ugyanakkora. Ugye gondolom ők éppen, nem tudom, valami békeidővel lecsökkent náluk. De a professzionalizmus az azért nekem nem kevés, az meg ilyenkor már ad némi bónuszokat a harctéren. De miért akarnának bekoalíciózni? Hát én csak azt veszem vissza, ami az enyém. Az, elfoglalják Bécset, én nem fog tudni mit csinálni, az a baj. Akkor ilyen jó távolokat kaptam. Nagyon nem király, ami itt történik. Lehet, hogy Ausztriát elküldöm egy olyan békével, hogy szüntess meg a kapcsolatait Nápollyal meg Milánóval. Aztán kész. Megadják vissza Pozsonyt. És akkor így az osztrákokat lerendezem. Talán. Ó, újra nagy hatalom lettem, hát ez surprising. Megmondom őszintén. 14 development volt itt. Azt hittem több lesz. Ah, Isten, meg kell foglalnom ezt a hülye Trentinót, vagy Trentet. Le fog morzsolódni, hát a felhadseregem, mire sikerül. Belőm a falakat, miért ne? Legyen meg minél előbb. Nem engednek át az osztrákok. Mekkora tahók, te jóságos úristen. Azt a büdös mindenségét, osztrákok. Na azért... Ez azért illendő volt, tehát ez... Ilyet nem játszunk. Srácok, hogy nem engednek át. Hihetetlen. Na jó. Kérem vissza Passaut. Na, húzzatok a fenébe. Ügyé gyerekek. Na. Így már mindjárt jól.
Azt se kell ugye újra kórozni. Szerencsére. Na, jó van azért. Volt termés a mai napon. Azt meg kell hagyni. Hú. Osztrákoknak is leasztottunk egy nyakleves legalább. Még nem is volt túl nagy. Ja, én azért remélem, hogy ez most már egy talpraállásnak a kezdete. Valahol. Na jó. Én köszöntöm a figyelmet. Remélem szórakoztató és élvezhető epizód volt. Innen fogjuk folytatni természetesen, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!